Megkezdte a Biokom a pécsi Szabadság utcai platánfák metszését. A több mint 100 éves növényeknek már nagy szükségük volt egy ilyen beavatkozásra. Mint arról korábban beszámoltunk, több lakos is panaszt tett már, de a terület önkormányzati képviselője is kérte a polgármestert, hogy intézkedjen ez ügyben. Több mint 70-en egyébként az utcában lakók, illetve az itt üzletet fenntartók, üzemeltetők közül írták alá ezt a petíciót, hogy kezdődjön meg végre az utcának a rendbetétele. A legnagyobb problémát a metszetlen fákról lezúduló faágak, illetve az azokon fészkelő varjaknak a piszka jelentette az utca lakóinak, valamint nem volt takarítva kellőképpen az elmúlt másfél évben az utca. Két hónappal ezelőtt több lakó is elmondta kameráink előtt panaszát. A templomtól idáig 22 varjúfészek épült fel, iszonyatos mennyiségű piszkot csinálnak. Ugye a falevelek miatt ugye az esőzések után eltömődik minden egyes átfolyó, lefolyó, és ezáltal teljesen vízes az egész járdaszakasz, és mi például kisgyermekkel vagyunk, és nem lehet találni a járdán olyan szakaszt, ami ne lenne víz alatt, esőzés után, ahol el tudnánk tolni a babakocsit. Barkóczi Csaba már ekkor is felhívta a figyelmet arra, hogy a Szabadság út az egyik legfontosabb helyszíne Pécsnek. Ez az út vezet le ugyanis a vonatállomásra, ahonnan turisták, külföldi diákok vagy üzletemberek érkeznek a városba, és itt szerzik meg első benyomásukat. A képviselő szerint emiatt is szükség lenne a folyamatos karbantartásra, takarításra. Ennek ellenére azt tapasztaltuk, hogy mióta Péter Fiatila a polgármester, ez nem történt meg. Szerencsére most a lakóknak ez az összefogása, ez a kezdeményezése, ez beérett. Én is többször tudtam ezt az ő összefogásuknak köszönhetően tolmácsolni a közgyűlésben, és úgy tűnik, hogy azt követően, hogy többször is a kamerák elé álltak és hangoztatták az álláspontjukat, a lakosság eredményt tudott elérni. Ezért minden elismerésünk nekik. A munkálatoktól azt várják, hogy megszűnjön a baleset veszélye a lehulló ágak miatt, illetve a varjak kiszorítását a belvárosból és környékéről. A Biokom egyébként közleményében azt írja, hogy legutóbb 2016-ban végeztek teljes körű metszési munkálatokat, azóta csak egy-egy fát érintő beavatkozások voltak. Most 80 növényt tesznek rendbe a Szabadság utca és az Indóház tér között.